A bemutatón részt vett a szerző unokája is, aki kifejezte háláját a Fórum Könyvkiadó Intézetnek, hogy nem merülnek feledésbe nagyapja visszaemlékezései. Egy nagyon becsületes, rendes, humoros ember volt, amennyire én nagyon sokat jártunk hozzá, mint kis gyerekek, szóval két húgommal, úgyhogy az, ami a könyvben van, az az ő jellemét mutassa be valamennyire. Nagyon háborús környezetben, de emígy is nagyon, nagyon hasonlít rá, hogy mondanám. Csorba Béla az eredeti szöveg egyik feldolgozója szerint ugyan emlékiratokról van szó, de a könyv regényként is olvasható, mert nem csak hitelesen, hanem rendkívül olvasmányosan is mutatja be az első világháborús katonasorsot. Miért olyan jó az olvasóknak, hogy mindent érti? Elsősorban azért, mert nagyon jó szövegnek tartom. Másrészt azért, mert meggyőződésem, hogy minden tekintetben reális és hiteles, és harmadsorban pedig azért, mert nekünk délvidéki vagy vajdasági magyaroknak olyan sok háttérinformációt nyújt itteni bácskai és bánsági magyarok hát front élményeiről, ottani sorsáról, de akár az itteni hátország történéseiről is 1914 és 1918 ősze között, amit ilyen formán nem igen tudunk megtalálni máshol. Tulajdonképpen fiataloknak, öregeknek egyaránt ajánlhatom. Műbútor asztalos léttére Kozma József választékosan, szépen és finoman írt magyarul, mondta Csorba Béla.